Horváth Kornélt hallották az imént Muszorszki kiállítás képeitől két tételt játszották, utána pedig Kabalevszki Bohóc című darabját hallhatták. Akik tanultak zongorázni, vagy a gyerekek is vannak itt, ugye ismerős is ez a darab. Az jutott eszembe, hogy azért mégiscsak érdekes, hogy Hartmann, ugye volt Muszorszkinek egy barátja Hartmann, és az ő történetüket egyébként a mellettünk lévő szalonban el tudják olvasni. És a kiállítás képei ott láthatóak a mellettünk lévő szalonban. Aztán még egy szalonnal távolabb a Mesztelen királyokat tekinthetik meg. Az elmúlt 10 évben történt egy smás a világban, és ez az örökérvényű mese, amit mindannyian ismerünk szintén a Mesztelen királyról, ott több képen ábrázolva megnézhető. Fönt, a fenti kiállítóteremben pedig 2022-nek a termését láthatják, tehát itt lent az utóbbi 10 évnek a munkáit, és a fönt pedig ennek az évnek a képeit tudják majd megtekinteni. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szép ez a munka, ez az egész tárlat, amit önök most megtekinthetnek, és hogy művészi szempontok is legyenek ennek a mai estének a kezdetén. Felkérem Fazakas Csaba képzőművészt, hogy nyissa meg a kiállítást. Jó estét kívánok! Kedves barátok, ismerősök, kollégák és műélvező közönség. A műélvezőre még visszatérünk. Ma este abban a kivételes alkalomban van részünk, hogy egy olyan alkotó munkáit lássuk, szemlélhessük és elgondolkodhassunk, aki többek között az ég és a föld között épít létrákat. Ez azért is érdekes, mert gondolkodásunk hajlik arra, hogy leragadjunk mindig földi dolgokban. Na, ez egy jó alkalom arra, hogy katapultáljuk magunkat ebbe a térbe, és mint tudják, a művész terei azok kötetlenek, szinte alig körülírhatóak, de mégis többé-kevésbé fontos tartalmakat hordoznak. Ilyenek a Bandi képei is. Ha egyenként vesszük a képeket, azok a gondolkodás külön tere. Egy olyan gondolkodásé, amelyik a munkák láttán meggyőz arról, hogy helyi problémákat is akár feldolgozva, illatokat, fényeket, illúziókat, álmokat és stb. Univerzálisan. Ez a gyönyörűsége. Ez az ismérve is a nagy művésznek. Legyen az költő, író, zeneszerző vagy képzőművész. Hogy kiindulva apró kis hely és esetleg nagyon személyes problémáktól, pár lépésen belül eljut az univerzumig. Az univerzális problémák. Gyönyörű példája a Bandi munkásságban. Tehát mindig, mindegyik képnél kérem gondoljanak erre is, hogy milyen viszonyrendszereket nyit ki nekünk. Hol vagyunk mi, hol van a gondolat, hol van a kép. És ugye a gyönyörűség a képzőművészetben és a kihívás is, hogy tulajdonképpen filozófikus gondolatokat fordít át anyagba.
mondok, a kihívás is. És ez Vandinál igencsak jól sikerült. Gondolom, kollégák is említettek ezt. Az első teremben, mint ahogy az előző beszélő is utalt rá, Mussorgszki kiállítás képei adta az inspirációt. Nagyon érdekes, és talán itt is érdemes elmélyülni, és kérem, úgy, ahogy a kedves kolléganő jelezte, olvassák el azt a kis szöveget, ami ott a sarokban van. Az tételesen beszámol erről a 10 képről. És akkor próbálnak meg újra visszagondolni arra, amit említettem, hogy a gondolat, a filozófikus szöveg hogyan fordítódik át anyagán. Mert tulajdonképpen erről az oda-vissza kommunikációról van szó. Még a következő teremben a Király Mesztelen sorozatból látnak egy pár kiváló. Ez is egy filozófikus megközelítés, de már olyan szinten, ahol szöveg is követi az ábrázolt, vagy a vizuálisan megjelenített figurákat. Néha megerősíti a rajzi figurát, vagy a festett figurát, néha pedig gyengíti a szöveg ezeket a figurákat. Ezek is olyan viszonyjelenségek, amelyek a kompozíció részei olyan szinten is, mint ahogy egy zeneszerző kompozíció közben kis kontrasztokat épít be, vagy harmóniákat épít be, vesz el, vagy ad hozzá. Nagyon szépen látom, egyébként a zeneiség a Bandi egész munkásságát megjelenik. Némelyik kisebb képet úgy is lehet tekinteni, mint apró kis matettákat. Mert a színek, a formák összerendezése, struktúrája, az néha emlékeztet egy zenei mű kompozíciós folyamatára. Ha visszatérünk ebbe a terembe, erről meggyőződhetnek, ha Mussorgszki egy kiállítás képei terembe visszatérnek. Érdemes a termék között jönni, menni. A következő terem, és majd betartsam én is ezt a sorrendet, az a Bohócról szól. Arról a tragikus Bohócról, amelyik mindannyiunknak szinte az egyetlen mentálhigiénis menekvése. A káoszból, mindegy körülvévő káoszból, problémáinkból, beszűkült helyzeteink. És ha megfigyelik, ezek a bohócok, ezek többnyire szomorú. Szomorúságuk valószínű, hogy a beszűkült helyzetükből adódik, hisz hivatásos bohócokat leszámítva senki nem vidámságból kezd el bohóckodni, hanem inkább szükséghelyzetek kényszerít. Olyan szerepek fölvállalására, amit az énünk, az individuumunk valamelyes védelmet talál.
is nagyon érdemes figyelni a kompozícióra, a képi elemekre. Ahogy kimennek ebből a teremből, ami egyben büfé is, a falon egy négyszögletes, körülbelül 80x80-as munka mellett ott van egy kisebb, 30-40-es, talán még kisebb munka is. A kettőt nem véletlenül tettük egymás mellé, tudnék két nagyon eltérő képzőművészeti megoldásról van szó, megközelítésről. És itt is látják a Bandi eszköztárának a gazdagságát, hogy milyen végtelen távol eső pozícióból képes ugyanazt megközelíteni és plasztikailag megformálni, új vizuális köntösbe öltöztetni. Egy és ugyanazt a figurát hasonló gondolatokkal, hasonló hátterekkel és hasonló filozófiákkal. Ne mutassam Önöket, hisz ma az ünnepelt Bandi a kiváló művész kollégám. Lépjünk fel az emeletre és nézzük meg az utolsó év alkotásait. Ha megengednek egy kis, nagyon személyes megjegyzést, és talán a művész úr is megengedi nekem, akkor én azt vélem felfedezni, és próbálják meg Önök is, hát ha sikerül Önöknek is látni, a nagy szintézis csiráit. Ez nem csak a méretekben jelenik meg, hanem a teljesen kiszélesített plasztikai megoldási formákban is. Vannak példák, de nagyon kevés arra, hogy hogyan lesz egy szövegből egy kétdimenziós plasztika. Optikailag, mert azért Bandi fegyelmezetlen síkban tartja a vizuális leképzését. Gyönyörű példája, ahogy bemennek, ahogy felérnek a jobb oldal, ahol a szöveg leképzése gondolatokat vethet fel bennünk annak kapcsán is, hogy mennyire autentikus a szöveg tartalma. Lehet, hogy a szöveg formája hordozhatja már a tartalmat. Tehát ez csak úgy kérdésnek, vagy magunknak számlál. Ahogy felérkezünk, szembe van egy fekete-fehér kép, betlehemi sikolyok, ha jól emlékszem. Kérem, a képzőművészet egyik igen komoly munkáról van szó. Higgyék el nekem, hogy minden kritériumát a remek műnek kimeríti. Ami még érdekes és érdekesség, a kollégánk tanárának a kísértése vagy a kísérete, ezen elmélkedtem, srágogattam, ízlelgettem, hogy ez a kíséret vagy kísértés, de mindenképpen érdekes, hogy megjelenik a
Baddi gondolkodásában, de nem csak, hogy megjelenik, hanem egyéb munkákon is némely jegye, jele végigkíséri, vagy megkísérti. Na most ehhez azt is kell tudni, hogy Altner Ottóról beszélünk, gondolom a helyiekben ez a név sok minden egyéb tartalmat is idéz, akinek a műterme itt volt a sarkon, és ahol Bandi barátunk első képzőművészet felevezető lépéseit megtette. És akkor onnan a sarokból visszaköszönt. De nem csak neki, hanem önöknek is, akik esetleg ismerték, vagy hallottak róla. És ha megnézik azt a 80x80 körülbelül, de lehet, hogy tévedek, úgy sarcolom, kis négyzetes képet a sarokkal, akkor önöknek még az akkori illatok is valahogy megjelennek az ógyukaiban. Mert az idéz egy hangulatot, idéz egy kort, ízeket, szagokat, fényeket, és abból szinte még azt is fel lehet építeni, hogy a zötyögő hívvel megérkezik valami, vagy valaki 2 deci vodka után, és beérkezik a bőterembe, és kileheli azt a szagot is, amit a híven felszedett. De látják, hogy ilyen személyes ez a művészet? Miért mertem én azt mondani, hogy ebből a személyes hipostázisból, helyzetből ilyen szépen eljut az univerzáliség? Hisz önök nem egy partner, nem tudom mit látnak ott. Csak azok tudják, akik ismerik. Csak azokban idézi meg a szagot, az illatot, akik ismerték. Aki nem ismerte, az előtt csak egy fantasztikus kép jelenik meg. És azt mondja, hogy hát ez igen, ez talán kitenném én is a tévével szembe a nappaliba, vagy mit tudom én, a munkaszobámba a hátam mögé felakasztva, hogy inspirálj. Befejezésül csak annyit mondanék, hogy igencsak kitüntetve éreztem magam, amikor Bandi felkért, hogy megnyissam ezt a kilátást. Ritka alkalom, amikor egy ilyen jelentős embernek, aki egy jelentős művész is, megnyitatja az ember a kiállítását. Mert ugye önök ismerik Bandit, aki valószínű, hogy a hétköznapjaiban csak az emberként jelenik meg, de ugyanakkor tudniuk kell, hogy valami különleges emberről beszélünk, aki egy kiváló képzőművész is. Úgyhogy gondolom, önöknek is megtiszteltetés egyenlő című vele egy városban, egy teremben, és akármelyik, bármelyik közösségi térben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. És elnézést, hogyha valahol túlléptem valamilyen határt, vagy nem értem. Zavarba vagyok, hogy annyi jót mondtak róla, úgyse hiszitek el, mert mit ismernek. Hát akkor miért ne hihetnék? Nagyon szépen köszönöm Csabának, hogy ezeket a kedves és igaz szavakat elmondtam.
Nagyon szépen köszönöm a Kornélnak a jó zongorajátékát, köszönöm Timinek a közelműködést, és köszönöm nektek, önöknek, hogy eljöttetek, és buzdítalak benneteket, hogy arrafele vagy errefele induljatok el, és a ház és a magam jó volt, akkor különböző frissítő pontokat helyeztünk el különböző helyeken. Azokat célba véve jussatok el mindenképpen, és szórakozatok. Jó, köszönöm, hogy itt vagyok.